Sziasztok, jó estét kívánunk! Bombera Kriszta vagyok. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk ezen a szakmai beszélgetésen dr. Gyurkó Szilviával, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadójával. Azért puskáztam, mert annyiféle titulusod lehetne, alapító, vezető, egy csomó minden, de most gyermekjogi tanácsadóként, jogászként vagy ebben a beszélgetésben, és Stáli Katalin pszichológussal, szintén a Hintalovon Alapítvány nagyon-nagyon fontos munkatársával. Azért vagyunk most itt elsősorban, hogy kérdezzetek, szeretnénk titeket arra buzdítani, figyeljük a kérdéseket, hogy válaszoljunk minden olyan kérdésre, ami az elmúlt hetekben történtekkel kapcsolatban felmerült bennetek. Kaptunk már egy csomó kérdést, amiket meg fognak válaszolni a szakemberek. Annyira alapvető kérdés, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy szexuális abuzus, mennyiféle cselekményt, mit takar, mit nem. Aki ezt érti, látja már, annak mi a dolga, mi az első lépés, mi az, ami nem dolga. Folytathatnánk, de ezeket a kérdéseket várjuk tőletek pontosan, és amik megvannak, azokat pedig majd mindjárt fölteszem a szakembereknek. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán miért vagyunk most itt. Van egy nagyon-nagyon fontos online kurzus, amit mindenkinek ajánlok a figyelmébe. 4500-an már elvégezték, én is közéjük tartozom. Mit tehetünk, ha felmerül a gyerekek elleni szexuális erőszak gyanúja? Ez a képzésnek a neve, a Hintalovon Alapítvány oldalán eléritek. Én annyit írtam be, hogy Hintalovon pedofília, és rögtön kidobta a kurzus, tehát bármilyen hívószóval a Hintalovon mellett megtaláljátok, ami kapcsolatban van a témával. Másfél óra alatt nagyjából elvégezhető. Nem beszélek róla többet, még majd szóba fog kerülni, hogy miért fontos ez a képzés. Hadd adjam át a szót. Miért gondoltátok, hogy ezt megcsináljátok? Hogy állítottátok össze? Kiknek szól? És miért segít, és miben segít? Egy olyan képzést terveztünk, ami a hétköznapi embereknek segít abban, hogy értsék, hogy mit jelent a pedofília. Ugye nagyon... Hétköznapi emberen értve például igen, engem, aki nem szakember, nem gyerekkel foglalkozik, igen, nem tanár, nem pszichológus. Igen. Tehát bárki, akik mi igen vagyunk. Hát magunk között vagy felelős felnőtteknek hívjuk őket, vagy járókelőknek, felelős járókelőknek. Tehát a szomszéd, a nagybácsi, a nagymama, a szülő, bárki, aki szeretné érteni azt, amit az elmúlt hetekben olyan nagyon sokszor hallott, ugye a Bicskei Gyerek Otthonban történt szexuális visszaélés esetek kapcsán beszéltünk erről, hogy mit jelent a pedofília, mitől válik valaki szexuális ragadozóvá, egyáltalán pedofilok-e azok, akik gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket követnek el, és azt éreztük, az volt a kiinduló pontunk, hogy nehéz tovább lépni, és érdemi válaszokat keresni arról, hogy hogyan előzhetjük meg, meg hogyan lehet kezelni, hogy valójában nem értjük, hogy miről beszélünk. Úgyhogy erről szól ez a képzés, ami valójában másfél óra online, minden idegen kifejezést kiírtottunk belőle, ami nehezíteni az értést. És talán a grooming az egyetlen, ami benne maradt, amit most így mondod, én frissen végeztem el. Azt akarom írni a laikus megjegyzését. Mi az a grooming? Persze, igen. Mert hogy ez nagyon, nagyon, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert akkor ezt átnézzük, és akkor próbáljuk javítani. Szóval ez a képzés mindenkinek segít, aki szeretné érteni, hogy valójában mit jelent a pedofília, mi jellemzi az áldozatokat, az elkövetőket, és ugye egyáltalán a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések jelenségéről szeretne többet megtudni. Mi azt gondoljuk, hogy valahol itt kezdődik a felelős felnőtteknek a kiállása ennek az egész témának a kapcsán. Igen, én annyival kiegészíteném, hogy a felelős felnőttek köréből most a szakemberekről egy kicsit kevesebbet beszéltünk, és kevesebbet is fogunk, azért ez az alkalom elsősorban bárkinek szól, de az, hogy ennek a témának a kapcsán milyen nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk szakemberektől, ez azért azt is jelzi, hogy úgy látszik, hogy ez az anyag azoknak is egy fontos anyag lett, akik amúgy a gyerekekkel nap mint nap dolgoznak, akik esetleg találkoznak ezekkel a helyzetekkel, nem biztos, hogy tudják pontosan, hogy milyen helyzetekkel találkoznak, és hogyan jó azokra esetleg reagálni. Szóval én azt úgy látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés a szakemberi oldalról is. Szeretném a tiszteletemet leróni, ez most csak egy ilyen kiszólás a nézőknek valamiről, amit én tudok, azon szakemberek előtt, akik a ti szakmai webinárotokra korábban, amit csináltatok, jelentkeztek, elképesztő számban kíváncsiak arra, hogy nekik mit kell többet tudni erről. Úgyhogy nagyon komoly, ugye a szexuális visszaéléseknél, vagy szexuális erőszaknál azt szoktuk mondani, hogy ez kétszeres tabu, mert a szexualitás is tabu, és az erőszak is ilyen tabukkal övezett. Úgyhogy sok esetben magunknak, a szakembereknek sem könnyű azokat a rutin lépéseket megtenni, amik más bántalmazási ügyeknél adódnának. Úgyhogy mi a Katával például ezen a múlt heti alkalmon, ahova több mint 150-en regisztráltak, és nagyon sokan el is jöttek,
az volt az egyik javaslatunk, hogy hát, hogy sokszor segít, ha letakarja a fejben a szexuális jelzőt, és megpróbálja végig gondolni, hogyha sima bántalmazásról lenne szó, akkor valójában mit és hogyan csinálna, és ez elindíthat egy ilyen első lépéssort, ami közelebb visz ahhoz, hogy hogyan tud segíteni a gyereknek. Mielőtt mélyebbre megyünk, Kata, hadd kérdezzem tőled azt, hogy mit tapasztaltatok a köztársasági elnök kegyelmi döntése óta eltelt időszakban? Nagyon-nagyon elfoglaltak voltatok, nagyon-nagyon igyekeztetek reagálni szakmai anyaggal, cikkekkel, rengeteg megkeresést kaptatok. Állampolgárok, a politika és a gyerekek is reagáltak arra, ami történt. Így, ahogy mondod, minden rétegből nagyon-nagyon sok megkeresést kapunk, ami szerintem nagyon jó, mert van legalább valahova fordulni kérdésekkel, mi igyekszünk ezekre időben is úgy reagálni, hogy azzal valódi információkat adjunk. A gyerekek oldalát emelném ki először, mert mintha róluk beszélni, vagy róluk lenne szó, talán a legkevésbé. Ami elképesztő, nem? Tehát gyerekekről beszélünk, a gyerekek nélkül sokszor. Nagyon sokszor, igen. De hogy ez a téma a gyerekeket a szóbeszédben, ilyen szavakat, hogy pedofilia, szexuális bántalmazás, erőszak, kényszerítés, fenyegetés, ezeket nap mint nap hallották ebben az időszakban sokkal-sokkal többet a gyerekek is, és nem csak a nagyobbak, a 10 évesek, akikkel lehet erről igazán beszélni, hanem a sokkal kisebbek a hírekben tőlünk, ahogyan baráti társaságban beszélgettünk. Szóval, hogy nagyon sok olyan megválaszolandó kérdés merült fel bennük is, amikre szintén iszonyatosan fontos odafigyelni. Mi adtunk teret a saját kiskorú kollégánknak arra, hogy ő is elmondhassa, hogy a gyerekek mit élnek át, vagy a gyerekekre hogyan érdemes reagálni, és azért, amit ő is a leginkább kiemelt, az volt, vagy így a fő mondani valója szerintem az, hogy válasz nélkül ne hagyjuk a gyerekeket. Hogy nem biztos, hogy mindenki akar erről beszélni gyerekként, nem biztos, hogy egyáltalán mindenkinek eljut az inger küszöbéig, hogy ez van, de akiben van kérdés, akin látszik, hogy úgy azért úgy figyeli a felnőtt társaságot, azt tudjuk, hogy a gyerekek iszonyatosan tudnak figyelni, miközben mi felnőttek beszélgetünk, hogy arra kérdezzünk rá akár, hogy akar erről beszélni, vagy szeretne erről többet tudni, vagy ha van kérdése, akkor őt ne hagyjuk válasz nélkül. De a válasz az is lehet, hogy nekem erről nagyon kevés információm van, de utána nézek, vagy nem tudom. Szóval, hogy nem válaszkésznek kell lenni rögtön mindenre, nagyon promptul, mert ez nagyon nehezen megy mindannyiunknak bármilyen témában, de hogy látni azt, hogy ez most őket ugyanúgy érinti, mint ahogy mindannyiunkat, és nekik is kell ebbe teret adnunk, vagy lehetőséget, hogy kérdezzenek. Ad egy ilyen eset, ez a konkrét mostani eset, maradjunk a konkrét példánál, lehetőséget arra, hogy az ember a gyerekével erről a témáról, a szexuális edukációról, a bugyi szabályról, majd elmondjátok a nézőknek, hogy az mit jelent. Egy icipicit az apropója kapcsán a megnyílt ajtón egy résen átsúszon és személyesebben is beszéljen, vagy nem ez a megfelelő alkalom. Ez egy ilyen nagyon gyakorlati anyai kérdés, hogy amikor történik végre valami, akkor sokkal könnyebb beszélgetni, mint azt mondani, hogy ma fontos mondani valóm és megbeszélni valóm a lányom, mert az nem működik. Nagyon jó, hogy ezt a kérdést így teszed fel. Én ezt hiszem elsősorban arra ad lehetőséget, hogy a szülő átgondolja, hogy vajon ő hogyan beszél a gyerekéről, erről a témáról, ami a szexuális nevelés kérdése. De érdekes. Vajon neki ez mit jelent? Hogy most csak a szexuális erőszakot, vagy hogy egyetem mi számít szexuális bántalmaznak? Szóval, hogy erre leszűkíti, vagy a szexuális nevelés az sokkal több annál, mint hogy két ember szexel. Az a gyereknek a teste, a lelke, a kapcsolatai, a bugyi szabálya, hogy említetted, hogy milyen nagyon korán el kell kezdeni a gyerekekkel beszélgetni arról, hogy mik azok a jó titkok, mik azok a rossz titkok, hol van határa annak, hogy ő hogyan lehet hozzáérni. Szóval nagyon sok információ van szerintem már a bugyi szabályról is a neten. Tehát van eszköz arra, akár a bodapedagógusnak, akár szülőnek arra, hogy hogyan lehet ezekről a témákról beszélni, és ezek látszólag távol esnek attól, hogy szexuális erőszak, de miközben ez nagyon fontos része annak, hogy a szexuális nevelésnek. És hogy én azt hiszem, elsősorban ezt kell átgondolni, erre egy nagyon jó lehetőség most a szülőknek, és aztán figyelni a gyerekét olyan szempontból, hogy most van-e konkrétan ezzel kapcsolatban kérdés, mert ha van, akkor nyilvánvalóan válaszolni kell, de ha soha semmit nem beszélünk a gyerekekkel, ha a szexualitás tabu eleve nincs szó, akkor nagyon fura hirtelen akkor azt mondani, akkor a pedofilokról beszéljünk meg, hogy hogyan viselkedj akár az online térben a szexualitással, de egy jó lehetőség ez is arra, hogy beszéljünk ezekről a témákról.
Még egy nagyon szülői, nagyon laikus kérdésem lehet, ne haragudjatok a csapongásért, csak úgy döntöttem, hogy most így becsúsztatom a kommentekbe a saját kérdéseimet is, amik így helyből jönnek. Pornóról nagyon-nagyon nehéz lehet beszélgetni a gyerekekkel. És én nekem olyan nagy jelentőségű az, ahogyan ti kommunikáltok arról, hogy a szexuális nevelés és az önmagad méltóságának a megvédése egy átszexualizált pornóval teli világban hogyan lehetséges és mi nem. Ennek a kettőnek a kontrasztja annyira fontos, és olyan egyenesen is nyíltan beszéltek arról, amire a szülők szeretnek nem gondolni, hogy a gyerekek milyen mértékben fogyasztanak akarva, vagy teljesen akaratlanul ilyen tartalmakat. Egy ilyen alkalom, és akkor itt jelentkezem megint a kommentben, lehetőséget nyújt a például arra, hogy ilyenről beszéljen az ember, vagy ez az igazi tabu szülő és gyerek között. Ezt egyébként fogalmam sincs, ez most merült fel, mert nem ez a kérdés először. Minden lehetőséget meg kell arra ragadni, hogy a gyerekünkkel beszéljünk arról, hogy ő mit csinál az online térben. És a pornóról nagyon fontos beszélni, kikerülhetetlen téma. Azért nagyon sok kutatás vonatkozik már arra, hogy milyen nagyon kicsi gyerekek is már komoly mennyiségben találkoznak olyan tartalommal, ami még nagyon nem nekik való, de az ott van. Nincs 100% biztonság, bármilyen szűrőket teszünk be, a buszon ülve is láthat olyat egy gyerek, miközben az ő készüléke jól védve van, szóval nagyon nem kikerülni kell ezeket a helyzeteket, hanem a korának megfelelően beszélni vele arról, de elsősorban arról, hogy ő mit csinál a neten. Nem, talán nem lesz szükíteni konkrétan a pornóra, hanem hogy ő miben van. Nagyon jó, ha ezt nem krízis helyzetként alkalmazzuk, hanem hogy amúgy a gyerekemmel beszélek arról, hogy én mit csinálok, milyen napot töltök le, nekem milyen az online tevékenységem, és akkor így bátorságot adok neki arra, hogy ezt ő is elmondja, és ez nagyon erős fegyvertény az én kezembe, jó értelemben, mert hogy van egy kapcsolatom a gyerekkel az ő online tevékenységére, ezért, hogyha bajba kerül, vagy olyat lát, vagy valami nem oké helyzetbe kerül, akkor ő tudja, hogy velem erről lehet beszélni. Szóval, hogy talán ez a csatorna, amit kiemelnék. De minden lehetőség egy lehetőség a gyerekünkkel való beszélgetésre. És amit mondtál, a korának megfelelő módon és nyelven. Mindkettőtöktől hadd kérdezzem, Szilvi, hadd kezdjem most veled vissza a témánkhoz. Hogyan lehet rájönni, megérezni, sejteni, cselekvésre késztetve érezni magam, hogy egy ilyen helyzet van? Egyáltalán mi a helyzet? Mi az, amit szexuális visszaélés csokornak nevezünk? Igen. Hát ezt ugye nagyon fontos tisztázni rögtön az elején, hogy nem tudunk a büntető jogszabályokból kiindulni, mert azok csak a legsúlyosabb eseteket reagálják le, miközben, hogyha a gyerek oldaláról közelítünk, akkor minden olyan tevékenységet, amikor a felnőtt a saját nemi vágya, szexuális vágya kielégítésére használja a gyereket, azt már szexuális visszaélésnek tekintjük. Ezeknek a jelenség, ez is egy ilyen spektrum, ami valahol a határátlépéseknél kezdődik, amikor egy felnőtt nem tartja tiszteletben a gyerek határait, olyan módokon érinti meg őt, olyan módon bizalmaskodik vele, olyan információkat oszt meg, vagy olyan információkat kér, például cseten, messengeren, bármilyen módon úgy lép kapcsolatba a gyerekkel, ami nem egy felelős felnőtt és egy gyereknek a kapcsolata, hanem átlép egy ilyen flörtölős, valamilyen módon a gyerek határait nem tiszteletbe lépő részre. Ezeket mi már olyannak tekintjük, ami alkalmas lehet arra, hogy a gyerekben rossz érzéseket keltsen, hogy a gyerek számára ez átitatódjon olyan üzenetekkel, és aztán később, hogyha folytatódik, akkor megjelenik annak a kockázata, hogy itt komolyabb szexuális visszaélés is történhet. Azzal jó mindenkinek tisztában lenni, hogy a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélést az esetek töredékében fizikai kényszerítéssel követik el. Az esetek legnagyobb részében olyan helyzetekről van szó, amikor a gyerek bizalmával él vissza a felnőtt, amikor kialakul egyfajta nyelvzavar, az a gyerek, aki annyira kicsi, hogy számára valakinek az ölébe ülni, valakit átkarolni, valakinek puszit adni a szájára, annak nincs semmiféle erotikus töltete, de hogy a felnőtt, aki meg nem 7 vagy 9 éves, tehát az ő értelmezésében ezek a gesztusok, ezek már teljesen mást jelentenek, és egész egyszerűen át tudja fordítani ezt a történetet magában, és elkezdi a gyereket használni a saját vágyainak a kielégítésére. Amikor azt látjuk, hogy a felnőtt nem gyerekként tekint a gyerekre, és megjelennek ezek a fajta működések, érintések,
a kapcsolatban, akkor érdemes ott tisztába tenni, hogy valójában miről van szó. Hogyan? Mert ugye az ördög a részletekben van. Tehát ez egy nagymama, ez egy ember szemben velem a villamoson, aki ül, ez a gyerekem tanára, edzője, igen. Olyan különböző igen. Dinamikák és relációk. Hát persze, meg hát vannak olyan bizalmi helyzetek, vagy bizalmi sérüléssel teli helyzetek, amikben meg eleve az ember kiélezette, például válás után kapcsolattartásnál nagyon sok olyan eset landol, ahol van egy bizalmi válság a volt házastársak között, akik szülőtársak, és a gyerek elmegy kapcsolattartásra, és kiderül, hogy a volt házastársa a nemi szerveinél kenegette kenőccsel, vagy úgy mérte a lázát, hogy ahogy nem kellene, és akkor rögtön felmerül az, hogy úristen, itt egy szexuális bántalmazás történt, tehát hogy ezeknél a határátlépéseknél elképesztően fontos beszélni arról, hogy mi történt, tehát hogy te mit látsz, amikor a gyerek mesél róla, akkor ezt nagyon fontos komolyan venni, ugye ez egy gyakori elcsúszás ebben a történetben, hogy most akkor higgyünk a gyereknek, vagy ne higgyünk, mi mindig azt mondjuk, hogy amit a gyerek mond, azt komolyan kell venni, azért kell komolyan venni, hogyha igaz, akkor abba az irányba menjünk el, ha pedig ez egy olyan történet, amit a gyerek kitalált, akkor is fontos az, hogy ez miért jelent meg, tehát hogy egy dolgot nem lehet csinálni, hogy nem veszem komolyan a gyereket, akkor egyébként, amikor erről beszél. Csak zárójelben, de kutatások azt eléggé bizonyítják, hogy elhanyagolható a hazug gyerek esete. Egészen elhanyagolható a hát, valódi történetek. És hogy nagyon sok esetben, amikor az derül ki például egy büntető eljárásban, hogy nem pontosan úgy történt, mert mondjuk a bizonyítékok nem azt támasztják alá, akkor is kiderül az, hogy olyan eljárási hibák történtek, ami miatt a gyerek fejében megváltozott a történet. Tehát, hogy ezt is pontosan tudjuk, például a szakember workshopon ebben foglalkoztunk, és hogy nem szabad szociális szakembereknek, vagy egyéb szakembereknek a gyereket vallomásra, meg újbóli a történet újbóli elmesélésére rávenni, mert hogy módosul a történet, tehát nem tudja. Melyikünknek melyik története nem módosul, de aztán, amikor ezt egy eljárásba aláhúzzák kétszer, akkor az óriási hibát. Viszont azt a szót használtad, hogy beszélni kell. Rugozom a részleteken, azért vagyunk itt. Kivel? Kik közt? Nyilván a gyerekkel, az egyértelmű, de aki egy ilyet miatt elkezd szorongani, akár elvált szülő, akár nem, kivel beszél? Mármint, hogy a gyerek kivel beszél először, vagy én kivel beszélek fel. Most még előbb a szülő, igen, és aztán természetesen a legfontosabb az lesz, hogy a gyerek kihez tud fordulni, és hogy minek milyennek kell lennünk ahhoz, hogy ő merjen fordulni hozzánk. De hogy kivel osztom ezt meg, ezt a szorongást? Hát egyrészt ez nagyon fontos, hogy osszam meg, hogy én ezen nem maradjak egyedül, se szülőként, se szakemberként, egy ilyen nagyon súlyos gyanúval, hogy most mi történik éppen, amikor még gyanakszom csak, de semmilyen más információm nincs erről. A szakember workshopon erről sokat beszéltünk, és amúgy is, ha képzést tartunk bárhol, vagy úgy általában a bántalmazás témakörében, nem csak a szexuális bántalmazás, hanem bármilyen bántalmazásról szakemberekkel beszélünk, a legtöbbet és a leghosszabban erről beszélünk, hogy hol az a határ, amikor nekem gyermekvédelmi jelzést kell tennem a megfelelő hatóságoknak, egyáltalán mit kell, milyen információk szükségesek ahhoz, hogy én merjek jelzést tenni, szóval ez egy olyan óriási téma. Hogy indokoltnak találjam hogy a fellépésemet. Mert az a tapasztalat azért az, hogy a szakemberek akkor fordulnak plusz segítségért, amikor már nagyon sok információt gondolnak, hogy tudnak, amikor úgy látják, hogy hát ez már tarthatatlan, szóval, hogy sokkal később, mint kellene. Szóval, hogy nagyon magasan van annak a küszöbe, ahol általában ezt a gyermekvédelmi jelzést leadják a szakemberek, és akkor vagy egyedül örlődnek abban, hogy most mi történik, mi lenne jó. Nagyon sok minden szól amellett a szakembereknek is, hogy miért ne tegyék meg a jelzést, erről is nagyon hosszan lehet beszélni. De hogy ez nagyon fontos, hogy se abban az időszakban még nem jelzünk, szakemberként nem maradjunk egyedül, se később, különösen ami szexuális bántalmazást érinti. Ha pedig szülőként vagyunk, akkor ugyanez, hogy próbáljuk esetleg az iskola felől is információkat szerezni, mással megosszuk azt, amire gyanakszunk. Hogy minél többen legyünk abban, hogy de bizony emberrel, tehát barátra gondoltok első Az is segíthet, mert önmagában, hogyha kiteszem ezt a történetet, kapok a másiktól egy visszajelzést, hogy igen, hogy szerintem se oké. Itt ugye az megint, amiről beszélünk, hogy ez egy spektrum, tehát vannak helyzetek, ahol nem kezdesz el latolgatni. Igen. Tehát az a megtörtént, elmondja, benyúltak a bugyjába, megpróbáltak rákényszeríteni, letolták előtte, valaki önkielégítés végzett előtte, konkrét bántalmazás történt.
Ott nincs fehér. Ott nincs lacafaca, ott egész egyszerűen lépni kell, mert hogy egy gyerek érdekében minél hamarabb ezeket le kell állítani, és fontos is, hogy ne történjen meg még egyszer. Amiről a Kata is beszélt, meg én is beszéltem, meg amire te is kérdeztél, az ezek a, hogyha akarom, az, ha akarom, nem típusú helyzetek. Meg nekem az, de ki tudja, hogy a másiknak milyen. Tehát, hogy ebben szerintem elképesztően fontos lenne, hogyha mi felnőtt módon tudnánk beszélni egymással. Tehát mondjuk egy válás után is a volt partneremmel, mint szülőtársammal tudjak beszélni erről, és akkor ide teszem azt, hogyha már szexuális edukációról van szó, hogy hány olyan párkapcsolat van, ahol a felnőttek megbeszélik azt, hogy a szexualitással kapcsolatban ők mit gondolnak, hogy nekik hol van a határuk, hogy ki az, aki mesztelenül jön ki a zuhanyzóból, és ki az, aki mindig fürdőköpeny van, ki az, aki nem jön zavarba, akkor, hogyha a gyerek rájuk nyit, miközben házas életet élnek, és ki az, aki egy életre összeomlik, hogy most akkor valami olyan történt, ami nagyon gáz. Hogy ki az, aki inkább szemérmes, ki az, akinek máshol húzódnak a határai, és hogyha a házasság ideje alatt sem beszéltek erről, akkor a válás után ezek aztán óhatatlanul egy ilyen bizalomhiányos helyzetben, ezek fölnagyítódhatnak, de kulturálisan is, és sok egyéb szempontból nagy különbségek vannak. Az nem vitatható el, hogyha a gyerek arról beszél, hogy valami neki nem komfortos, tehát hogy ő már nem akar szájra puszit adni, vagy ő már nem akar együtt fürödni a másikkal, vagy ő nem akar egy ágyba aludni, vagy neki fontos lenne, hogy ne, hogy például zárt fürdőszoba ajtó mögött öltözhessen, vagy hogy ne nyissanak be, amikor ő reggel készülődik. Hogy ezeket a határokat tiszteletbe kell tartani, és el kell fogadnunk azt, hogy amikor a gyerek jelzi, hogy neki hol van a határa, és ez a testi integritással, az intimitás szférájával kapcsolatos, akkor ezt tiszteletbe kell tartani, és hogyha valaki ezt nem tartja tiszteletbe, az egy határátlépés, és ebből a szempontból mindegy, hogy ő egy edző, egy tornatanár, egy bármilyen, egy pedagógus, egy szülő, vagy egy nagyszülő, az egy határátlépés, és ezeknél a helyzeteknél nekünk felnőtteknek kellene beszélnünk arról, hogy ne azért ne csináld, mert nekem nem oké, azért ne csináld, mert a gyereknek nem oké. Mm-hmm. Vagy beszéljünk arról, hogy neked miért van ez rendben, hogy 30 fokban mesztelenkedsz, miközben ez nekem is nem kevéssé komfortos, a gyerek is jelzi, hogy nem oké, mit tudunk csinálni ebben a helyzetben. Tehát ezekben a helyzetekben, csak hogy ismételjem, hogy jól értem, és javítsatok ki, ha nem, amik nem ilyen fekete-fehér, azonnali egyértelmű beavatkozást igénylő, mégis nem kevésbé jelentős dolgok, ezeknél akár azzal is lehet beszélni, aki csinálja, mert rögtön, amikor tanárról, szakemberről beszéltél, ott volt a fejemben, hogy mondok nehezebb esetet. Uh-huh. Nagypapa, a bátyja, a legjobb barát, aki átjár. A matek tanár, aki délutánonként itt van, és csak hozok neki egy kávét, becsukom az ajtót, jaj, de jó, hogy itt van. Tehát, hogy maradjunk a nagypapánál, az apósom. Tehát, hogy olyan relációk, amiknek egy olyan dinamikája van, egy annyira nehezen, az mégiscsak más, mint bemenni és balhét csapni az iskolában. Olyankor mi a teendő? Én ezt hiszem, ez nagyon fontos, hiszen a gyerek azt... Ha én erre bárhogyan is reagálok a környezetében, akkor azt fogja ebből megtanulni, vagy azt látja rajtam, hogy én teszek azért, hogy neki, hogy nem neki kell majd beszélni, vagy nem neki kell ezeket fel... tehát, hogy nem ő az, akitől azt várom, hogy te miért nem szóltál, vagy te... De fontos, amit most mondtál, jól értem, tehát, hogy nem az lesz, hogy cikis helyzetbe hoztam, tehát elnémul, hanem nem hagytam magára, tehát még többet mer esetleg mondani? Ez meg nagyon jó, hogy ezt így kérdezed, mert ez nagyon fontos, hogy a gyerek erről tudjon, hogy én mondjuk bemegyek-e az iskolába egy ilyen helyzetbe, vagy hogy mi az én következő lépésem, mert nagyon hamar fogja azt mondani, hogy nekem sokkal rosszabb lesz, vagy ne csináld, nem is kell szexuális bántalmazás, mert az aztán egy bullying helyzetnél ezt kapja nagyon hamar a szülő, hogy én most ezt neked elmondtam, de hogy ezt most nehogy forduljál a bárki máshoz. Mert nekem rosszabb akkor, lesz. Mert nekem sokkal rosszabb lesz, sokszor ez nagyon reális félelem. Szóval ebből nem kihagyható a gyerek, tehát a visszafelé kommunikáció, hogy én most mit fogok tenni, és hogyha ő azt mondja erre, hogy semmiképp, akkor ez a témánk. Akkor ez lesz a következő témánk, hogy miért nem maradhat ez titokban, miért kell erről megfelelő helyekre tovább menni, szóval, hogy ez az úgynevezett csigaszabály, vagy nem tudom, tegnap tanultam a Szilvitől, hogy akkor előbb a konszenzusát kell megkapnom ahhoz, hogy tovább lépjünk. Tehát mindenképp kooperációban kell lenni a gyerekhez ahhoz, hogy értse azt, hogy muszáj lépni.
hanem a veszélyeztető és nagyon súlyos helyzetekről beszélünk, de azért ezt hozzá kell. Akkor igen, mert a gyerek bizalma, amivel hozzám fordult, az egy olyan erős, amit nagyon meg kell tartanom, mert ha ebből én kilépek, vagy a feje fölött csinálok olyasmit, amiről ő nem tud, nem egyezett bele, akkor ott becsukom azt a kaput, hogy ő legközelebb hogyan kér, vagy hogyan fordul hozzám, hogyan kér segítséget. Szóval ez egy nagyon nehéz helyzet, felnőttként is. De amikor a gyerek azt mondja, hogy ezt nem mondd el senkinek, akkor nagyon sokszor igazából nem a senkire gondol, hanem sokszor a saját szülőire gondol. Tehát az, hogy egy másik tanárral én ezt megoszthatom, vagy egy kisebb körben megoszthatom, vagy a iskolán belül egy gyerekvédelmi munkacsoport, ha van ilyen, megoszthatom, arra ritkán mondja azt, hogy ne. Tehát ő azért a senkit, az sokszor leszűkíti a saját közvetlen környezetére. Nagyon sok ilyen helyzetet látunk mi is közelről, és ez nagyon nehéz szakemberként, az igaz. Még mindig picit pedig megy az időnk, de az első lépésnél maradván, mert az a legnehezebb, és bárkivel, laikussal, magam is beszéltem, az a kérdés, hogy na de akkor most mit csináljak? El lehet különíteni az első lépés tekintetében a nagyon súlyos, egyértelmű fekete-fehér helyzeteket ezektől, amik ugyanolyan súlyosak, csak sokkal komplexebb reakciót igényelne? Arra tenném a hangsúlyt, vagy abban erősítenék meg mindenkit, hogy merje hinni magának, hogy higgyen a szemének és a fülének, és hogyha benne fölmerül az, hogy valami nem oké, akkor egyrészt ne azt gondolja, hogy biztos rosszul gondolom, hanem hogy engedje meg magának azt a sokszor szomorú vagy fájdalmas érzést, hogy lehet, hogy ez így van, tehát hogy higgyen a saját szemének, higgyen a saját gondolatainak legalább annyira, hogy utána menjen. A következő lépés, hogy ne maradjon ezzel egyedül, amit a Kata is mondott, tehát hogy beszéljen erről, nyilván úgy, hogy ez nem pletyka, ez nem arról szól, hogy valakit kibeszélek, hanem hogy egy helyzetben, amikor látok valamit egy gyereken, akkor megfogalmazom, hogy ez most micsoda, és ez tud egy visszajelzést adni arról, hogy ez rólam szól-e, tehát hogy bennem van-e valami, vagy hogy az, amit látok, az másnak is azt mutatja, hogy itt tényleg megváltozott a gyerek magatartása, ez tényleg nem az életkorának megfelelő, ez tényleg egy átszexualizált magatartás, ez a következő helyzet. A harmadik, és ami szerintem nagyon fontos, hogy ha ebben megerősödtem, akkor onnantól kezdve ez a szakmai jelzés és szakmai segítségkérés, amiben elő tud jönni az, hogy ez az a pont, ahol a szülőt is értesíteni kell, hogyha én nem a szülőként vagyok jelen, hogy ki az, akit be tudunk vonni annak érdekében, hogy többet tudjunk meg arról, hogy a gyerek hogy van, és hogy ez vajon egy olyan helyzete, ahol a következő jelzésnek már a magának, a gyerekvédelmi jelzésnek, és vagy esetleg a feljelentésnek kell lennie. Mert hogy azért látunk helyzeteket, ahol a felnőttek túlreagálják, és valami olyannal éppen azzal okoznak bajt, hogy valamit ilyen nagyon előre futtatnak, vagy előre visznek. Egy kicsit azzal egészíteném ki, hogy vajon miért olyan rettenetesen nehéz hallgatnunk egy ilyen történetet, ami érthető, hogy miért olyan rettenetesen nehéz. Szerintem, hogyha egy mondattal kell összefoglalni, azért, mert van bennünk az az igazságos világba való hitünk, hogy ilyen nem fordulhat elő egy gyerekkel szemben. Szóval sokként ér természetesen minket, teljesen normális az, hogyha az első gondolatunk pont ez, hogy ezt nem hiszem el, ez nem lehet igaz, ez borzasztó, és nem lehet, hogy ráadásul, ha valaki ismerősről, esetleg egy családtagról jelez, vagy mond el nekünk valamit egy gyerek. Az, hogy ez lefut a felnőttbe, az óhatatlan, én azt gondolom, egy ilyen sok helyzetben, de az, hogy aztán mi az, amit ebből a gyereknek visszafelé sugároz, az mindenképp, én legelőször is azt mondanám, hogy a hallgatás, mármint a meghallgatása, így igen. Van, nem az elhallgatása annak, hogy én mit érzek, hogy én feldúlt vagyok, az lehet látható, de az, hogy itt nagyon fontos, hogy rajta maradjon a fókusz, hogy ő tudja elmondani a saját szavaival, a saját tempójába egy olyan légkörben, ami ítélkezésmentes. Ezt nehéz megteremteni, de nagyon kell ilyenkor a gyerekre figyelni és rajta tartani az, hogy ha ő trágár szavakat használ, ha úgy nyilatkozik meg, vagy úgy beszél, amit rossz hallgatnom, vagy nagyon agresszívnak tűnik, ő így tudja, így tart, nyilván valamilyen határok között az agresszióját, de hogy nagyon fontos, hogy ha ő ezt el akarja mondani, akkor úgy jön ki, ahogy az benne van,
és tartsam meg magamnak ezt a kognitív diszonancia visszajelzést, ez nem lehet igaz, ez biztos. Tehát ezek nem mondódjanak ki, tehát próbáljak hát ez meg nagyon uralkodni. Fontos lenne, igen. Azt szerintem, hogy egy feldult vagyok, az tök természetes, és tök jó, ha ezt látja, hogy hát nem is lehet az, hogy engem ne érintsen meg az, amiről őkben éppen beszámol, de hogy mit jelzek neki vissza, azért az nagyon fontos, mert hogy amit vissza kell jeleznem, az elsősorban az, hogy én itt vagyok, én meghallgatlak, és ez egy bizalmi légkör, amiben most vagyunk, és én el fogom neked hinni, amit mondasz. Szóval így a hit kérdés, szerintem ez nagyon fontos, mert hogy te is úgy fogalmaztál, hogy nagyon kis százalékban, azért erre kutatások vannak, hogy hány százalékban nem mondanak igazat a gyerekek, és az tényleg a 3-4 százalék körül mozog, hogy milyen százalékban derül ki utólag, hogy nem mondtak igazat. Ráadásul felszoktátok hívni a figyelmet arra, hogy nagyon sokszor egy ilyesmire motiváló másik felnőtt, egy ellenérdekelt fél is benne lehet, aki úgymond betanítja erre a gyereket, és ez még egy extra tragédia. Igen, ráadásul az is kérdés, hogy ha a gyerek pedig magától talál ki ilyet annak, hogyha nem is felnőtt az oka, akkor az vajon milyen állapotban van? Igen, szóval hogy az is egy jelzésértékű, hogyha hamis vádat. De hogy túl sokat foglalkozunk a hamis váddal, miközben ez nagyon-nagyon ritka, és ez nagyon fontos szerintem tudni, hogy ezzel a hozzáállással álljunk az ilyen helyzetekhez, hogy én ezt most elhiszem és komolyan veszem, és meglátjuk, hogy akkor mi a következő lépés. Még egy dolgot, amiben nagyon bele szoktak esetleg csúszni, hogy megígérek mindent felnőttként, hogy én segíteni fogok neked, én mindig ott leszek veled, és hogy ettől nagyon óvnék mindent, hogy mármint minden felnőttet, hogy ígérgessen bármit is a gyereknek, mert hogy ez az első lépés, igazából ez az első olyan kapu, amikor az információt én meghallottam, de hogy mit fogok én pontosan tenni, hogy kivel osztom meg, hogy abból büntető eljárás lesz-e, vagy mi lesz-e, ezt még nagyon nem tudom ennél az első. Nagyon érdekes volt, amit most mondtál, igen, mert az ember ösztönös gondolata az, hogy mostantól biztonságban vagy, és az igazság megtalálja az útját hozzá. És minden rendben lesz, és ezek rossz mondatok. Talán az az egy, amit megígérhetek, hogy fordulhat újra hozzám? Így van, hogy én itt vagyok, és itt, igen. Hát, hogy én meg, hogy ami rajta múlik, azt meg fogom tenni azért. Itt is lehet a pontos fogalmazás a feladat. Hát, hogy ennyi, mert hogy ezt tudom megtenni, hogy ami rajtam múlik, az mindent meg fogok tenni. De hogy sajnos ismerjük a realitást, tehát azt, hogy Magyarországon is nagyon sok esetben a bizonyítékok hiánya miatt, bizonyos százalékban esetekben a bűncselekmény megállapításának hiánya miatt nem indulnak eljárások. Vannak olyan áldozatok, akik egy bizonyos ponton visszavonják, mert azt gondolják, hogy inkább mégse csinálják végig ezt a történetet, tehát hogy annyi féle kimenete lehet egy büntetőeljárásnak még akkor is, hogyha elindul, és pláne az, hogy tudjuk, hogy az esetek többségében nem is indul büntetőeljárás, ezért nagyon fontos beszélni erről, hogy hogyan veszük észre a gyerek jelzését, mert nem igaz, egyébként nem igaz, hogy nem beszélnek róla. A legtöbb esetben megpróbálnak beszélni arról, csak rátanulnak erre, hogy ne találj ki hülyeségeket, miért mondasz ilyen történeteket, tehát hogy úgy reagálunk, ami nem oké, meg sokszor helyzetekben úgy engedjük el a gyereket, ami eleve lecsavarja az ő jelzési hajlandóságát, például úgy hagyjuk ott egy délutáni foglalkozáson, hogy csak rosszat ne halljak rólad. Meg most rábíztalak a, nem tudom, Lajos bácsira, akkor ugye jól fogsz viselkedni, ugye rendes gyerek leszel. Tehát, hogy ezek olyan mondatok, amiben a Lajos bácsi, vagy a Márti néni, vagy bárki tesz valami olyat, ami nem oké, akkor a gyerek sokkal nehezebben beszél. Tehát, hogy az, hogy mi egyébként mit engedünk meg a gyerekünknek, hogy miről beszéljen, azt gyakran ezekkel a mondatokkal ágyazzuk meg, hogy ő merre majd tud-e szólni. Erre a képzésben is kitérünk, hogy miért marad ilyen sok eset rejtve a szexuális bántalmazás kapcsán, és ott hosszan van egy rész erről, és abban ez, hogy a gyerek utólag azért nagyon sokszor kiderül, hogy jelezte azt, akár szavakkal, akár szavak nélkül, de nagyon sokszor szavakkal is, csak nem talált értő fülekre, vagy nem olyan visszajelzést kapott, elbagatelizálást kapott, vagy azt nem hiszem el, szóval, hogy kapott olyan apró mondatokat, ami rögtön lezárja a gyerekekben azt, hogy további segítségért forduljanak bárhova, szóval nekünk kell úgy körülvenni a gyerekeket, hogy ne nekik kelljen nagyon-nagyon sokat küzdeniük azért, hogy egyáltalán el tudják mondani, vagy segítséget tudjanak kérni. És számtalan oka van még, azt is tudni kell szerintem, hogy milyen állapotban van az a gyerek, aki szexuális bántalmazás áldozata, hogy sok mindent képzelünk erről, de az, hogy nagyon sokszor megfélemlített, nagyon sebezhető állapotban van, amiben a szégyen és a bűntudat, az nagyon magasan van. Tehát az, hogy én tehetek erről,
hogy biztos én csináltam valamit rosszul, hogy majd arról is én fogok tenni, hogyha ezért az a családtagom, akit most megvádolok, akkor mi lesz anyával, szóval, hogy nagyon sok minden játszódik le a gyerekekben is, ami azt igazolja nekik vissza, hogy én ezt inkább nem mondom el. És ebben a témában mennyivel nagyobb felelősség van talán, de javítsatok ki, ha rosszul gondolom, azokon, akik ismernek gyerekeket, mert hogy mindnyájan ismerünk gyerekeket. Szemben, amikor utcán látsz valamit, vagy idegenek között, vagy egy tömegközlekedési eszközön zajlik valami, ami a bántalmazás más formája alapvetően, igen, vagy dominánsan, gondolnám. Például ez nekem nagyon sok évig volt kérdés, csak egy zárójelben, hogy amikor nagyon rosszul bánnak egy gyerekkel, úgyhogy járókelő vagyok, akkor mi a teendőm? Akkor is lefagy az ember, mint az őzik a reflektorfénybe. Most már oda megyek, és megpróbálok valahogyan deeszkalálni, nem pedig eszkalálni, nem ítélkezni, hanem csökkenteni a helyzetet. Nem tudom, hogy nekem erre van-e jogom, van-e értelme, mennek tovább, megszégyenítem-e ezzel a gyereket. De ez egy másik beszélgetés témája, mert ez inkább a fizikai meg a verbális érzelmi bántalmazás. Viszont mondtál egy nagyon fontosat az előbb, hogy amikor az ember úgy reagál, hogy ez biztos nem történt meg, és ilyen nem lehet, akkor részben az igazságos világba vetett hite lehet, részben meg a saját érzelmi harmóniájának a teljesen elfogadhatatlan védelme, bocsánat, mert a gyerek fontosabb, mint hogy én éppen jól érzem-e magam, vagy nem. De így reagálunk arra is, hogy aki az elkövető volt, aki ugye dominánsan olyan, akit ismer a gyerek, na hát az ilyet nem csinál. Hát az egy áldott ember. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit az elkövetőkről, hogy kik azok, egyáltalán kik azok a pedofilok, kik nem azok, és kik bántják a gyerekeket, és miért. Hát szerintem azt valószínűleg érdemes rögtön az elején rögzíteni, hogy senkinek nincs a homlokára írva az, hogy ő egy szexuális ragadozó, vagy egy olyan ember, aki egyébként át tud lépni határokat egy gyerekkel kapcsolatban, vagy akinek az önbizalmához, az önértékeléséhez hozzátartozik az, hogy gyerekekkel tölti föl az ő pozitív visszajelzéseikkel, meg az ő csodálatokkal tölti föl a saját önbizalmát, vagy önértékelését. Nagyon sokféle történet leállhat amögött, hogyha valaki egy gyerekekkel szembeni szexuális visszaélést követ el. Azt tudjuk ma már, hogy az elkövetőknek egy jelentős része olyan, aki saját maga is gyerekkorában szexuális bántalmazás áldozatává vált. Tehát, hogy ilyen módon ők maguk is egy sérülékeny helyzetben voltak, és hogy később aztán felnőttként maguk is elkövetővé váltak. Mit akartál kérdezni? Csak eszembe jutott ez a Pán Péter helyzet, hogy a saját szexualitása beragadt abba a korba, abba a bűn miatt, amit elkövettek vele szemben? Hát most én ebben nem mennék bele ennek a mélységébe, de hogy ez tud lenni egy olyan mintázat, amiben nehéz felnőttekkel szexuális kapcsolatot létesíteni. Ugye ez is beletartozik az elkövetői körbe, hogy nem érzi magát komfortosan, biztonságosan azzal, akkor, hogyha egy vele, vagy fél azoktól a helyzetektől, amikor egy vele egykorú partnerrel kellene kapcsolatot létesíteni, és egy teljesen tapasztalatlan, a szexualitásban járatlan gyerek kapcsán egész egyszerűen magabiztosabbnak érzi magát. Egy nem egyenrangú viszonyban. Egy nem egyenrangú viszonyban, ami egyébként nagyon sok szempontból hordozhat magával olyan határátlépéseket és olyan kihasználásokat, amikről beszéltünk. Tehát amikor a felnőtt a saját szexuális vágya kielégítésére használja a gyereket. Aztán szintén ismert jelenség az a fajta nyelvzavar, amiben részben beszéltünk már, tehát amikor a gyerek gesztusait, működését, aminek számára semmiféle erotikus töltete nincs, a felnőtt félreérti. Nem ritkán vannak olyan helyzetek, amiket olvasunk az aktákban, vagy a tárgyalóteremben halljuk, hogy meggyőződés az elkövetőnek, hogy a gyerek szerelmes volt belé, miközben a gyerek 7 éves volt, ő meg 46, de hogy tudja úgy értelmezni, hogy a gyerek, ő csak válaszolt a gyerek szerelmére, és hogy ez valójában ilyen módon egy egyenrangú aktus volt, vagy egy egyenrangú történet volt. Amit szintén beleraktunk a képzésbe, és talán fontos itt beszélni, és most csupa olyan dolgot emelek ki, ami atipikus, amire sokszor nem gondolnak az emberek, pont azért, hogy végezzék el a képzést, és akkor a tipikus helyzetekkel is szembesüljenek. De hogy abba kevesen gondolnak bele, hogy akik egyébként magukat is pedofilnak tekintik, ugye pedofilnak azt tekintjük, aki a pubertáskor be nem töltött, el nem ért test látványától, érintésétől képes szexuális izgalomba jönni. Tehát magukat pedofilnak tekintő emberek között is az ő esetükben, az esetek harmadában azt látjuk, hogy ők olyan háztartásban, olyan családban élnek, ahol egyébként van gyerek.
mert hogy a pedofilok nem minden esetben csak gyerekek iránt vonzódnak, hanem sok esetben képesek szexuális kapcsolatot létesíteni egy felnőttel is, és nem ritkán olyan párkapcsolatokban élnek, amiből szintén születik gyerek, vagy együtt élnek olyanokkal, akiknek szintén van gyereke. Szóval még ez sem egy kizáró ok, hogy azt mondjam, hogy ő biztos nem követel gyerekkel szembeni szexuális visszaélést, hiszen ő is apuka vagy nevelő apuka egy bizonyos helyzetben. Tehát, hogy még sajnos ebbe se lehet beledőlni, hogy ez biztonságot adna nekünk. Amiről még talán érdemes beszélni, az az, hogy a 21. században nagyon sokat változott a pedofiliával kapcsolatos meggyőződés, vagy egyáltalán az, hogy hány százaléka lehet az elkövetőknek pedofil. És ennek egyébként van összefüggése a gyermekpornográfiával, tehát azzal, hogy az interneten gyerekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélésről készült felvételek fogyasztóinak a száma megnövekedett, amiknek részben lehet oka az, hogy már a normális pornó nem izgató, hogy valami különlegesség iránt érdeklődnek, hogy egyszerűen csak fel kell dobni a hangulatot valamivel, vagy lehet az, hogy egész egyszerűen ez pont a tiltottsága miatt lesz érdekes és izgalmas valakinek, de hogy ez speciál egy olyan terület, ami nagyon-nagyon nehezen talál fogást a legtöbb társadalom, tehát nem tudjuk, hogy valójában ezzel mit kezdjük, és akkor még kisenyítnám azt a Pandora szerencéjét, hogy a mesterséges intelligencia által előállított felvételekkel, meg a többivel mi van. Ez egy következő beszélgetésnek egy érdekes témája lehet, igen. Ami nekem még egy fontos kérdés, és sokat szoktak erről az emberek laikus beszélgetésben is vitatkozni, meg láttunk tévéműsorban is erre példát, hogy az, hogy valaki online gyerekpornográf tartalmakat fogyaszt, csak, az pedig csak, most itt rohadtul idézőjelben, az pedofile, vagy ahhoz egy konkrét gyereken valamilyen fajta határátlépést, méltóságsértést vagy erőszakot kell elkövetni, hogy ő pedofil legyen? Hát ugye a pedofilia az nem egy büntető jogi kategória, és ezt nagyon fontos tisztázni, tehát hogy mindegy, hogy valaki pedofile vagy nem, ha gyerekkel szemben követel szexuális visszaélést, akkor ő bűncselekményt követ el. Nem lehet hivatkozási alap az, hogy egyébként én képtelen vagyok arra, hogy felnőttel is létesítsek szexuális kapcsolatot, ez mindegy. Tehát én beteg vagyok, ez nem fog hogy segíteni. Ez nem az a helyzet. A pedofilia az egy orvosi fogalom, és két része van a definíciónak. Az egyik része az, hogy pubertáskort el nem ért gyerekkel kapcsolatban érez nemi vágyat, szexuális izgalmat, ami egyébként nem felnőtt korban kezdődik, hanem 16 éves korban már, tehát hogy kamaszok esetén is már felmerülhet a gyanúja annak, hogy ő nem, hogy ő olyan lesz, aki egyébként lehet, hogy kisgyerekek iránt fog szexuális izgalmat érezni. És itt ugye egy 5 évnyi korkülönbség van, tehát hogyha 5 év vagy annál több a korkülönbség az elkövető, vagy az, aki szexuális kapcsolatot létesít és a másik gyerek között, akkor már felmerülhet ez, hogy egyébként ez egy szexuális vágy, ilyen jellegű szexuális vágy. De ugye a másik bekezdése a definíciónak az arról szól, hogy és aki gyerekkel végez szexuális kapcsolatot. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ebben sincs konszenzus most jelenleg, hogy most akkor mi történik, miközben tudjuk, hogy a pedofil, aki magát pedofilnak tekinti, sem mindenki éli meg ezt a fajta késztetését, és ha valami reményünk lehet ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban, mármint a pedofil vonalról, az, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a legtöbb ilyen jellegű emberben föl tudjon horgadni az a fajta erkölcsi, morális, mindegy is, hogy minek nevezem, de késztetés, hogy lehet, hogy én ezt érzem, de tudom, hogy az a gyerek, akivel én ezt elkövetném, annak ez nem lenne jó, tehát nem csinálom meg. Itt ezt is beraktuk egyébként a képzésbe. Hogy milyen kísérletek vannak erre, hogy lehet önként vállalt cölibátusra, önmegtartóztatás felé terelni azokat, akik egyébként gyerek iránt éreznek szexuális vágyat, vagy az online térben egyszer csak rádöbbennek arra, hogy őket ez is vonzza, mert látnak például egy ilyen pornófelvételt, és hogy ezután próbálnak tenni valamit annak érdekében, hogy ez a valóságban is megtörténjen. Én egy dolgot fontosnak tartok még ezen a ponton kiemelni, hogy ugye az elmúlt hetekben a közbeszéd nagyon a pedofil elkövetőket hangsúlyozza,
És valóban fontos a pedofil elkövetőkről is beszélni, de sokkal fontosabb a gyerekeket ért szexuális bántalmazás megelőzéséről beszélni. Tehát ha valami téma, akkor ez az igazi téma, aminek része különben, hogy amúgy mi tudunk az elkövetőről, milyen típusai vannak a szexuális bántalmazásnak, de hogy a prevenció és a védelem, hogy mi mindent tudunk tenni a megelőzésért, és mi mindent tudunk tenni azért, hogyha ez bekövetkezik, akkor mi abban, hogy tudunk a gyereknek segíteni. Szóval a gyerekről, az áldozatról nagyon áttevődött a hangsúly az elkövetőre, és azon belül is egy szűk rétegre. Egy nagyon szűk rétegre, igen, mert a gyerekek elleni elkövetők az egy sokkal tágabb kör, ahogyan ezt most elmondtátok. Abszolút, sokkal-sokkal tágabb kör, tehát a klasszikus pedofil elkövetők 1-7%-a a nagy körnek, még hogyha az online pedofiliával, tehát az online gyerekes szemeni szexuális visszaélésről készült felvételek fogyasztóit nézzük, akkor is döntő többségében vannak azok, akik egyébként nem férnek bele ebbe a szűk kategóriába, amit a pedofilia jelent, miközben azt azért értjük, hogy a társadalom számára ez egy nagyon félelmetes dolog, mert hogy mit tudunk kezdeni vele, tehát senki nem gondolja, hogy őket beküldjük a börtönbe bárhány évre, az bármit változtat azon, hogy ő egyébként milyen szexuális vágyakat tart saját maga számára önazonosnak, vagy olyannak, amiben ő örömét leli, vagy lelni. Tehát az, hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel, ez az a pont, ahol olyan kérdéseket kellene felvetni, amiről Magyarországon egyáltalán nem beszélünk. Tehát az, hogy... Most, mintha csak elkezdtünk volna, hogy mégis legyen olyan kötelező pszichológiai vizsgálata azoknak, akik egyházi intézményekben vannak, vagy hogy bárki, aki állami gondozásban, zárt intézményben gyerekek fölött rendelkezik, tehát a felelőssége jóval nagyobb a rábízott gyerekkel kapcsolatban, mint egy átlag embernek, hogy ő neki mit gondoltok ezekről a fejleményekről, mi a jó irány. Most ez nem a politika témájának a beszélgetésnek, de ha arról beszélünk, hogy mit kellene a gyerekekkel kapcsolatban rendszerszerűen másképp csinálni, a saját felelősségünknek rengeteg részét most, hogy mi az első lépés, mi a következő, mit tehetek gyerekkel, mit nem, arról beszéltünk, de akkor egy kicsit a rendszerről is, ha kérdezlek titeket, a gyerek fókuszával, prevenció és gyors segítség, ami hatékony és hasznos. Nekem nagyon karcos véleményem van, úgyhogy én most csak erre reagálnék, erre a pszichológus vizsgálat. Tulajdonképpen elég alapvető lenne, hogy amikor tanárszakra jelentkezik valaki, hogy egyetlen alkalmas lesz majd arra, hogy gyerekekkel foglalkozom, megnézzük, hogy neki minden rendben van ezen a téren a tanárnak, gyerekvédelmi feladata is nagyon sok lesz, mennyire hallanak ma a tanárképzőn. Mi is a tanárképzésben a gyerekjogokkal kapcsolatos tanulandók mértéke és jellege? Hogy tanulnak a pedagógusok most gyerekjogokat? Nem tanulnak gyerekjogokat. Mintha lett volna ezzel kapcsolatban egy indoklás, ha jól emlékszem, olvastam az újságban. Igen, hogy nincs rá szükségük. Igen. Köszönöm. Igen. Azt hiszem, erre mindenki megválaszolja, aki ma tanárként dolgozik, hogy vajon kellene neki plusz tudás, kellene plusz segítség abban, hogy milyen feladatai vannak a gyerekek védelmében. Szerintem a webinárotokra jelentkező szakembereknek a száma önmagáért beszél arról, hogy ők mit tartanak szükségesnek ezzel kapcsolatban, hogy többet tudjanak, többet kapjanak. Zárójel bezárva nézzük a többit, ami a gyerekvédelemmel kapcsolatban, mert most mondtad ezt a pszichológiai vonalat, meg a gyerekjogi. Igen, tehát van egy képzést. Csomó minden, amit tényleg megtehetünk, és tényleg jó lenne, ha beletennénk abba a rendszerbe, amiben most nagy hiányok vannak tudás szinten is, hiszen látható az érdeklődésből, hogy ilyen elemi tudásra, egy másfél órás tudásra is nagy szükség van, nemhogy ennél sokkal tágabbra, de én, mint minden bántalmazás kapcsán, nagyon kinyitnám a közösségre ezt az egész kérdést, hogy mit nevezel közösség? Hát ez az, hogy minden közösség, ami a gyerekek körül van, az is az ő közössége, hogy az iskolában hogyan van, az is, hogy a délutáni sportfoglalkozáson, hogy van a nyári táborban, hogy van, hogy ott vannak-e egyértelmű, előre lefektetett, nem tűzoltás szintű megoldások, bár már az is jó, ha már arra gondolunk, hogy majd mi lesz, ha ezekbe bekövetkeznek ilyen kérdések, ami szintén még nagyon nem tartunk itt, de hogy gondolkozunk-e közösség iskolaként, óvodaként azokról a helyzetekről, hogy amiket most is meg kell oldanunk, bullying helyzetek, online bullying helyzetek, egy középiskolában nagyon sok dolga van egy iskolának, azzal is sokszor kapkod, szóval, hogy fel vagyunk-e készülve arra, ami éppen zajlik, de hogy mi csinálunk ezekben a helyzetekben. Lehet, hogy vannak olyan tanárok, akik nagyon jó dolgokat csinálnak, de ezt nem tudja az egész közösség, hogy nekünk vannak eszköztáraink, nem kell külön mindig gyerekvédelmi képzés, van, hogy a pedagógiai eszköztára is nagyon alkalmas arra, ha nagyon sokan alkalmazunk, hogy
ugyanazon a platformon vagyunk-e mondjuk pedagógus karként abban, hogy mit számít érzelmi bántalmazásnak. Ez például egy nagyon nagy kérdés szokott lenni, hogy... De ezt tanulják a pedagógusok, amit most mondtál, mi számít megalázásnak, érzelmi bántalmazásnak, határátlépésnek, ezt nem tanulják, csak a... Nagyon-nagyon kis mértékben tanulják, és nem esett fókuszon, nagyon elméleti szinten, hogyha tanulnak erről. Azért már nagyon régóta van nagyon sok... nem csak a tapasztalat, de ombudsmani vizsgálatok is mindig erre jutnak, hogy milyen nagy információ hiánya van azoknak az embereknek, akiknek nap mint nap egy csomó mindent kell. Egyébként ez az esetfókusz, ez egy olyan fontos módszertani élmény számomra, amit nagyon sokszor a ti képzéseiteken, vagy a ti anyagaitokon keresztül tapasztalok meg. Olyan mélyen megmaradt bennem például valamelyik anyagotokból az, hogy ön milyen iskolába szeretné beiratni középiskolába gyermekét? A válasz. A mi iskolánkban soha nem történik gyermekbántalmazás, nálunk minden rendben van, nagyon komoly, nagy presztízsű iskola vagyunk. B. Amikor nálunk utoljára ilyen történt, akkor A-t meg B-t meg C-t csináltuk. Tehát, hogy beismeri egy iskola, hogy van ilyen, mert mindenhol van ilyen, és megosztja velem, hogy hogyan reagál egy ilyen helyzetre. Olyan nehéz elképzelni, hogy egy szülő az első esetet választaná, amikor állítólag minden rendben van. Pedig biztos van ilyen is. Igen. Nem tesszük fel ezeket a kérdéseket a szülőknek. Pedig tudjuk, hogy a válaszuk az lenne, hogy persze, hogy ahol felkészülnek, de hogy így nem tartunk itt, hogy ezek kérdések legyenek egy iskola választáson. Én megfogalmaznám a karcos véleményemet, mert szerintem... Vettél egy mély levegőt, és mondod mégis. Igen. És hogy egyrészt, mert azt gondolom, hogy vérlázító, hogy most merül fel, hogy azok az emberek, akik a gyerekek körül vannak, nekik legyen alkalmassági vizsgálatuk. Szerintem ez valami, ez konkrét botrány, hogy ezzel elismerjük azt, hogy gyakorlatilag nem szűrjük, nem mérjük, nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy azok, akik potenciális bántalmazók, akik potenciálisan a gyerekek kizsákmányolása, kihasználása miatt mennek közel hozzájuk, ők ezt gyakorlatilag akadály nélkül megtehetik. Hadd fordítsam meg a jogos haragodat. El tudod képzelni, hogy jól működővé tesszük most azt a rendszert, ami eddig és ne továbbot mond ma és, a jövőre? És ez a másik része a dühömnek, ha lehet így fogalmazni, hogy olyan, mintha a meleg vizet akarnánk feltalálni. Tehát most jövünk ezekkel a pszichológiai vizsgálatokkal, ami megint egy ilyen látszat történet. Miért? Hát azért, mert hogy valójában van-e olyan eszközöm, amit jól tudok használni, abban a lehetőségben vannak-e gyerekotthonok, lakásotthonok, gyerekvédelmi intézmények, hogy választási lehetőségük legyen, hogy ki az, akivel a gyerek dolgozik. Hát akkor a szakember hiány van, hogy nem az a kérdés, hogy 5-ből kiválasztom-e a legjobbat, hanem az a kérdés, hogy azt a felet, akinek 3 pozíciót kellene betölteni, meddig tudom húzni az időt, hogy ezzel mégis elmondhassam, hogy az a pozíció be van töltve. Tehát jelenleg olyan szintű munkaerő hiányban dolgoznak a pedagógiai szakszolgálatok, egyébként akár elismerjük, akár nem, de a pedagógus szakma és a gyerekvédelmi szakma biztosan, hogy ha komolyan akarjuk venni ezeket a méréseket, akkor nekem a következő kérdésem az, hogy ki marad. És ez egy adekvát kérdés, és nagyon fontos lenne mindenkit kipöckölni a rendszerből, akinek nem szabadna gyerekekkel együtt dolgozni, de akkor mi a válaszom erre a történetre? És hogy hogyan fogom a gyerekvédelmet, az oktatás, a köznevelési rendszert és a többi rendszert olyan biztonságos közegét tenni, és szerintem ez egy kulcsmomentum, hogy ez nem csak a gyerek számára biztonságos, hanem az ott dolgozó felnőttek számára is biztonságos, mert mindenkinek tiszta keretei vannak, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, meddig motiválok, honnan vagyok, érzelmi bántalmazó, hol érinthetem meg a gyereket, hol nem, mi közösségként milyen értékek mellett tesszük le a voksunkat. És ezt egy pszichológus vizsgálattal kipipálni egyszerűen nem lehet, miközben pontosan tudjuk, hogy mi az, amire szükség van, tehát nem kell föltálni a melegvizet. Itt vannak a gyerekvédelmi útmutatók, ugye ezek a safeguarding policy-k, a lengyelek február 14-én vezették be, úgyhogy nincs olyan intézmény Lengyelországban február 14-e óta, ami ha gyerekekkel dolgozik, akkor ne legyen ott kötelező 3 dolgot megcsinálni. Egy protokollt arra, hogy ki az, akit fölvehetek,
hogyan nézem meg az ő múltját, végzettségét, referenciáit, hogy biztos lehessek abban, hogy ő nem azért jött el az előző munkahelyéről, mert éppen ott valami olyat csinált, ami nem volt oké, de megoldottuk okosba, hogy nehogy az intézmény rossz hírét keltse, és akkor közös megegyezéssel fölmondtunk, és akkor most már nyugodtan dolgozik. A következő, hogy hogyan képzi azokat az embereket, akik ott vannak, hogy mindenki tudja, hogy hol vannak a határok, mit jelent a bántalmazás, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, milyen eljárásaink vannak. És ez a harmadik, hogy milyen belső eljárásokat fogadok el egy intézmény keretében, hogy ha valami megtörtént, akkor annak milyen következménye van, mit teszek a megelőzésért, és ez tisztán, transzparensen le van rögzítve. Tehát, hogy ennek megvan a protokollja, hogy úgy nem mondjam, a nemecsek.hu oldalra érdemes elmenni, Kata a program szakmai vezetője, mindegy, hogy tábor, hogy bábszínház, hogy önkormányzat, hogy óvoda, iskola, gyerekintézmény, minden helyre rá lehet szabni ezt a három alapelven nyugvó elköteleződést, egy közösségi elköteleződést, ami arról szól, hogy mi úgy akarunk kapcsolódni egymáshoz, hogy ez biztonságos. Nem csak a gyerekre vigyázunk, hanem rád is vigyázunk, meg rám is vigyázunk, és így tudunk jól lenni közösségként, amiben nem csak szexuális bántalmazás nem történik, hanem más visszaélés sem történik. Ez jó végszó, de még van pár jó nézői kérdés, amit fontos, mert tiszteljük meg a nézőket azzal, hogy gyorsan még fölteszem a maradék időnkben. Egyikről beszéltünk ugye sokat, hogy ha felismer valaki jeleket, de fogalma sincs, hogy mit tegyen, mi a következő lépés, hova lehet fordulni. Sokan nem mernek közbelépni, mert félnek, hogy csak félreértették a történéseket, erre mi lehet a megoldás, ezeket érintettük. A következő az idegen helyzet. Mit lehet tenni, ha azt látjuk, hogy sorban állás közben az előttünk álló férfi a telefonján gyerekek képeit nézegeti Instagramon és belenagyít bizonyos helyeken, vagy ha a strandon egy idősebb férfi elkezd furcsán viselkedni gyerekek közelében. Tipikus idegen szitu, de elég életszerű. Hát ezek nagyon nehéz helyzetek. Attól függ, hogy mi milyen szerepben vagyunk, és attól függ, hogyha a saját gyerekünkkel szemben látunk valami olyan visszaélést, ami így nem oké, akár strandon, akár bárhol, ott akkor azért érzem. Sokkal jobban tudjuk, hogy mi a szerepünk, és hogy ebbe a gyereket, hogy mert azért, amikor a kamasz gyerekünk van, és ő már szeretne inkább távol, akkor már nem olyan egyszerű szerintem ez a kérdés, hogy ő mit enged meg a sokkal idősebbnek egy strand helyzeten, és én azzal hogy vagyok, és én látom felnőttként. Szóval azért az sem könnyű, hogyha a mi gyerekünkről van szó, de hogyha nem a mi gyerekünkről van szó, egy strandon, egy buszmegállóban, vagy bárhol történik egy olyan helyzet, amiről úgy érzem, hogy én nem mehetek el emellett, vagy valahogy közbe kell lépnem, akkor azért, ha van mód rá, vagy ha úgy érzem, én is elég asszertívnek magam, mert szerintem nem mindenkitől várható el, hogy akkor most menjél oda és tedd ezt. Ezt nem mindenki tudja megtenni, és valahol azt is el kell fogadni. De ha azt érzem, hogy én éppen arra oké vagyok, vagy ezzel rendben tudok lenni, akkor ha nem is a konfliktusba való bemenet, de hogy a gyerek mellett legalább álljon valaki úgy ott, aki ezt így észreveszi, hogy ez így nem oké. És valahogy, szóval, hogy a gyerek és amikor tett, képet néz valaki, tehát ugye nyilvánvalóan online pedofilia fogyasztó jellege van, és mögött állok a sorban a cekkerrel. Nem, valójában nem tudod megmondani, hogy mi a helyzet, mert nem tudod, hogy miért nagyít bele, hogy akkor ő most egy ügynökségnél dolgozik, ahol nem tudom, valamit fotóznak, és azt nézi, hogy jól áll-e a szoknyára, vagy egy orvos, és a bőrhibát nézi. Tehát, hogy nem tudod megmondani, hogy valójában mi van, ugye ezek azért becsapós helyzetek, mert látszólag állsz közel a helyzethez, valójában a te pozíciód nagyon távoli, hiszen nincsenek információid arról, hogy mi ennek az egésznek a kontextusa. És főleg ebben a felfokozott jelenlegi helyzetben azért az önbíráskodás, a megítélés, a minősítés kockázata nagyon nagy, amivel pont az ellenkezőjét lehet elérni, tehát hogy az emberek túlreagálhatják ezt a helyzetet. Ez fontos, amit most mondtam. Szerintem megint azt tudom mondani, hogy tehát egy dolgot nem tehetünk, hogyha van egy konkrét gyerek, aki veszélyben van, hogy nem csinálunk semmit. Nah. Tehát, hogy ezt az egyet nem tehetjük meg. Minden olyan helyzetben, amikor nem tudod eldönteni, mert nincs elég információd, akkor az a következő kérdés, hogy tudsz-e szerezni információt. Tehát, hogyha a munkatársam csinálja ezt, hogy valaki, akinél ugye ez a közelség-távolság más, akkor az nagyon fontos lenne mondjuk kérdéseket föltenni, és nem úgy tenni, mintha nem vettem volna észre, mert az a könnyebb. Ha viszont egy vadidegenről van szó, akkor szinte kizártnak tartom azt, hogy ebben úgy lehessen közbeavatkozni, hogy ez biztonságos.
feltéve és megengedve az, hogyha valakinek egyébként a habitusa ilyen, és, a, és az érdeklődés kíváncsiság, és nem a minősítés első lépésével közelít, mert onnan azért nehéz, nehéz nyerni talán. Ezzel együtt olyan fontos, hogy mondtad, hogy habitus az, oda merek-e menni, oda nem, magamnak is tanulnom kellett éveken keresztül, és nem kis részben a Hintalóla Alapítványnak köszönhetem ezt a személyiségfejlődést, hogy érzem, hogy mi a megoldás. De a lényeg az volt, hogy amikor egy konkrét gyerek, akit ismerünk, akinek a kontextusát értjük, és van egy aggódó, szorongó benyomásunk, akkor arra hallgassunk, és akkor viszont kötelességünk tenni. Tök mindegy, hogy milyen viszonyban vagyunk vele, mert vagyunk vele valamilyen viszonyban. Ez így van? Hát ugye az a kérdés, hogy ha azt mondod, hogy tegyünk valamit, akkor ez mit jelent? Mert hogy ugye alapvetően kinek az oldalán tudsz tenni valamit, vagy a gyerek oldalán, vagy a felnőtt oldalán, vagy más megfigyelők oldalán, tehát hogy nem biztos, hogy ez az egyetlen válasz van, hogy akivel én a problémát látom, ahhoz oda megyek és vele csinálok valamit, mert lehet, hogy, hogy az a könnyebb és hatékonyabb, hogyha keresek egy olyan felnőttet, aki szintén érintett, de nem ő az, akivel a problémát látom, és ő vele próbálok valahogy közelebb lépni, vagy hogyha a gyerek mellé állok oda, tehát hogy annyi, tehát, hogy annyi mindentől függ, hogy egy konkrét esetben mit lehet csinálni. Ezért jók ezek az esetek, amiket szoktatok adni, hogy egy konkrét szituációban az ember bele tudja magát képzelni. Olyan esetben hova fordulhatnak 16-17 éves egészségügyi gyakorlatukat töltő diáklányok, akik azzal szembesülnek, hogy magukat humorosnak gondoló lábukról leesett öregurak beszólnak mosdatáskor a kis nővérkének, hogy alaposabban csutakolja le, vagy épp megjegyzést tesz, hogyha fiatalabb lenne, miket csinálna. Szakvezetőhöz, tanárhoz, osztályfőnökhöz el sem jut az információ, vagy elbagatalizálják, hogy lehet kikerülni az ilyen megalázó helyzetet egy bátortalanul. Rengetegen vannak gondozó munkakörben. Ez tipikusan egy ilyen gyermekvédelmi útmutatós kérdés, hogy annak ezt az intézménynek kell, nem a gyerekek, a 16 éves tanulókra kell bízni az, hogy ők valahogyan kezeljék ezt a helyzetet, hanem olyan intézményi közeget kell körül teremteni, hogy ők, hogy ez ne fordulhasson elő, ha előfordul, akkor viszont ők hogyan jelezhetnek, hogyan fogjuk azt komolyan venni intézményi szinten, mit fogunk tenni, hogyan tájékoztatjuk jól az ott lévő ápoltakat, hogy nekik is azért milyen határok vannak, amiket ők átléphetnek, meg nem léphetnek át, úgy, hogy ők azt meg is értsék, mert ki tudja, hogy, hogy mi ez a fórum, ahogyan azok őket jól. Szóval, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amit lehet tenni egy ilyen intézményi közegben, hogy ezek a helyzetek ne forduljanak elő, és ez így mindenkinek segít. Szóval. Várjál, Katha, te most egy jól működő intézményről beszélsz, tehát ez meg lesz, de amíg nincs meg, addig mit javasolsz annak, aki ezt kérdezi? De ez a megoldás, mert nem az a kérdés, hogy, hogy amikor valaki a nemi szervét odalógatja egy 16 éves ápolónak, mit teszek, hanem az, hogy ez hogy nem történik meg, és speciál, ez egy olyan helyzet, ahol el tud érni, hogy ez ne történjen meg, mert úgy tudod keretezni azt, amikor őt fölveszed, amikor ő bekerül erre az osztályra, hogy, hogy nagyon szeretjük, fontos, hogy jó legyen, így tudunk gondoskodni róla, így tudjuk mosdatni, így tudunk odafigyelni rá, így tudja jelezni ő betegként, hogyha valami gondja van, és hogy itt vannak az ápolók, és hogy ők erre vannak szerződve, és valamire nincsenek szerződve. Tehát az, hogy hogy evidenciának veszünk dolgokat, amik nem azok, nem mondunk ki dolgokat, amiket ki kéne mondani, és ezek a helyzetek speciál megelőzhetőek lennének, vagy ha megtörténnek, akkor nagyon fontos lenne, hogy ezt komolyan vegyék, és ne hagyjuk magukra azokat, akik ilyen helyzetben vannak, hogy majd ő kiáll magáért, hanem hogy ez legyen komolyan véve, és keretezd, anélkül, hogy meg lenne szégyenítve az, aki azt gondolja 75 évesen, hogy ez nagyon vicces, el tudom képzelni, hogy hogy ő minden módon úgy szocializálódott, hogy tényleg azt gondolhatja, hogy ez vicces, de akkor anélkül, hogy őt megszigyenítenénk, megbántánk, és vissza kellene jelzést, vagy visszajelzést kellene adni arról, hogy, hogy ez nem oké, hogy ilyet nem. És ha ez még nincs, tehát holnap történik, és nincs megelőzés, meg nem tudom, holnap történik a 16 éves ápolóval, akkor minimum annyi, hogy ha ez történik veled, akkor ennek szólhatsz ilyen módon, e-mailben, telefonon, személyesen, fogadórán, és ő mit fog tenni. Szóval ez a minimum, hogy hogyan fog téged, hogyan fog ezt kezelni a helyzetet, mert nem neked kell 16 évesként kezelni a helyzetet. Szóval örülök, hogy feltettem a rossz kérdést, mert újra hangsúlyoztátok, hogy a választotok nem a 16 éves diáklánynak fog szólni, hanem a rendszernek. Igen.
Még egy utolsó kérdést a rendezőnk. Kinézekné az adásból az adás rendezőnkre, szerkesztőnkre, hogy engedje meg, hogy ne legyen az, hogy nem tettem fel. Gyakori reakció a bántalmazásról beszélő gyerekekkel, és persze felnőtt nőkkel kapcsolatban is, hogy megkérdőjelezik a szavahihetőségüket, meghallgatás, együttérzés kinyilvánítása, vizsgálatindítás helyett teszik ezt sajnos. Ezzel tulajdonképpen folytatódik, még elviselhetetlenebbé válik a bántalmazás, szerintem, mondja a néző. Az a kérdésem, hogy a különböző mélységű alaposságú eljárások eredményei mit mutatnak, milyen arányban igazolódik be részben, egészben, bizonyosan vagy feltehetően ez a feltételezés. Ezt talán érintettük. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, megint nagyon sokat tanultam belőle. Friss még a rengeteg élményem a képzésből szerzett új információkkal és a régiknek a megerősítésével. Nagyon ajánlom mindenkinek. 4500 ember már elvégezte ezt a nagyjából másfél óra alatt befogadható, nagyon világos kérdésekkel és válaszokkal keretezett tananyagot, ami szerintem felejthetetlen, hasznos, és nagyon ajánlom a Hintalógon Alapítvány összes többi anyagát is, mert pontosan ezekkel az esetekkel ez a mi lenne, ha itt az A helyzet, ott a B helyzet olyan emlékezetessé tesz nagy jelentőségű témákat és helyzeteket a gyerekjogokkal és a gyerekekkel kapcsolatos viselkedésünkkel és a rendszer működésével kapcsolatban. Hogy szeretettel ajánlom mindenkinek a Hintalógon Alapítvány összes anyagát. A tanfolyam elérhető még egyszer azon a címen, hogy mit tehetek, ha felmerül a gyerekek elleni szexuális erőszak gyanúja. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük mi is.